A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 16-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban köszöntjük Bence Lajos új kötetét, megemlékezünk a 110 éve született Vörös Sándorról, illetve a 85. születésnapját ünneplő Szénatéri Általános Iskoláról, emellett pedig természetesen beszámolunk a tánc világnapjáról is. Tartsanak velünk! A Szent István Művelődési Házban mutatták be Bence Lajos Füst a hegyen című új verses kötetét. A könyv indítatásáról Bakonyi István, irodalomtörténész beszélgetett a szerzővel. Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténészként már régóta küldetésének tartja megismertetni Bence Lajos verseivel az olvasókat. A Muravidéki Magyar Irodalom első számú alkotójáról megjelent Arcképvázlat című kis monográfiájának mintegy folytatásaként a Szent István Művelődési Házban ezúttal a költő új verses kötete, a Füst a hegyen megszületésének alapjait ismertette meg a költővel folytatott diskurzusban. Amióta megírtam az Arcképvázlatot Bence Lajos költészetéről, természetesen az élet nem állt meg, és tovább írta a verseit. Én nem látok nagy fordulatot a pályáján, azonban egy nagyon tudatos életműépítkezésnek lehetünk a tanúi. Benne van természetesen ebben a költészetben a kisebbségi sors, hiszen tudjuk, hogy a szlovéniai magyarság egyrészt hát nagyon megfogyatkozott létszámban létezik már csak. Másrészt új vonás azt hiszem a családi lírának a jelenléte, amelyben azok a akár unokákhoz vagy családhoz fűződő élmények megjelennek benne, amelyek korábban szerintem nem voltak ott. Ugyanakkor az is világos, hogy folytatja azt a fajta költészetet, ami eddig is meghatározta a pályáját. Ebben benne vannak azok a muravidéki élmények, amelyek meghatározók a számára. Benne vannak azok a fájdalmak, amelyek a kisebbség létre kapcsolatosak. De hát továbbra is azt kell mondanom, hogy a szlovéniai magyarság első számú alkotóját köszönhetjük az ő személyében. Az Arcképvázlatban olvasható egy olyan gondolatsor, amelynek mentén ő maga kifejti, hogy pessimista és nagyon kevés dologban hisz mostanság. Ez a verses kötet, ez az új kötet is erre ad választ? Benne van a új verseiben az a fajta borús világlátás, ami korábban is bizonyos szempontból jellemezte. Sajnos az volt, hogy a világban nagyon sok olyan dolog történt, ami nem sok reményre adhat alkalmat, de én azt gondolom, hogy a költészet, ha kimondja a fájdalmakat, kimondja a bajokat, akkor ebben végzi a maga dolgát, és egyben fel is oldhatja ezeket a fájdalmakat és bajokat. Bence Lajos költeményei tükrözik a ma gondokkal tarkított világát, amely nem olyan, amilyennek valamikor várta, ahogy ő fogalmaz, nagyon sok érték között elveszett. Megmaradásunk próba alatt áll, harcot jelentenek az asszimilációval szembeni felszólítások arra, hogy megmaradjunk magyarnak, de a lényeg az alkotásban, az ösztönzésben rejlik. Elég sok ilyen, hogy mondjam, politikai beütési vers is található benne. A mai megbordult politikai viszonyokban viszont Szlovéniában is, Közép-Európában is, Nyugat-Európában is úgy tapasztalom, hogy kevés olyan dolog van, ami kimondottan a szabadságot érinti és a békét érinti. Tehát nyilván ez ebben a kötetben is tetten érhető, ugyanakkor mi az a bíztató, amit az olvasóknak küldesz, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy azért a pozitív gondolkodás is benne van ebben, tehát van egy olyan határozott jövőképed, ami fontos. Igen, sőt, majdnem, hogy elébe vágtam a dolgoknak azzal, hogy közben elkezdtem novellákat írni, és ezeket szánt szándékkal kimondottan ilyen humoros történetek, humoros, szórakoztató történetekből állítottam össze egyik kötetemet.
Ezek a versek viszont 6 év munkásságából válogatnak szerkesztők, Bakonyi István és Szemes Péter. Úgyhogy hogy ez egy tágabb intervallum, tehát itt nem tudtam, kimondottam azokat a dolgokat megvalósítani, hogy az olvasónak is valami reményt, vagy valami szórakoztatót nyújtsak, hiszen a 6 év anyagában rengeteg olyan dolog van, ami kivéve talán a gyermekversek. Van 3 unokám, és nekik is írtam. Hát egy gyereket pedig nem szabad elkeseríteni. Nem szabad. Aki éppen az anyanyelvét tanulja, annak meg különösen kedvezni kell azzal, hogy szép magyar nyelven tanulja meg ezeket a verseket. Boldog asszony anyám, az est különlegességeként Zsebők Csaba mutatta be, hogy nem csak költőként kiváló, hiszen rövid műsorában Bence Lajos megzenésített verseivel tett hitet a jó ügy mellett, megerősítést adva minden irodalombarátnak Muravidéken, Dunántúlon, itthon és otthon a Kárpát-medencében. Vörös Sándor születésének 110. évfordulója alkalmából az Értékmentők új programsorozattal várta az irodalomkedvelőket. A Szent István Király Múzeumban a Vörös Sándor kozmikus költészete és titkos világai című könyv szerzője, Weiner Senyei Tibor József Attila Díjas költő, író tartott előadást. Az Értékmentők a 2022-ben megvalósult Hanvas Béla 125 év előadássorozat sikerén felbuzdulva az idei esztendőben Vörös Sándor életművét szeretnék egy új programsorozat keretében feldolgozni. Az indító alkalommal a költőlegenda életútja került górcső alá, amelyben megalapozzák és megerősítik az izgalmas alkotói lét megismerésének fontosságát. Az élet úgy hozta, hogy a Hanvasi 125 után egy Vörös 110 év van, és adta magát a helyzet, hiszen hát, ahogy említette te is, a kettejük élete nagyon-nagyon-nagyon összefüggött, összefort sok helyütt, és hát mi már megszokottan szeretünk olyanokkal foglalkozni, olyan személyekkel, olyan életutakkal, ami nem biztos, hogy annyira népszerű, vagy annyira ismert, vagy ha ismert, akkor nem biztos, hogy úgy ismert, hiszen hát Vörös Sándornál itt most nekünk a célunk talán az lesz, hogy feloldjuk azt, hogy a gyerekversek, meg a más egyéb, hiszen hát Vörös sokkal több volt ennél, sokkal mélyebb volt ennél, és itt ez a programsorozat ezt hivatott, vagy ezt a missziót szeretné betölteni, hogy egy kicsit van túl a gyerekverseken, meg a kis játékos dolgokon, van ott nagyon nagy mélység, van ott nagyon sok minden, úgyhogy ez a mi történetünk, ez a mi missziunk. Weiner Senyei Tibor már a Hanvas Béla életének kulcspillanatait feldolgozó előadásaiban is belopta magát az irodalombarátok szívébe. Most azonban ennek mintegy folytatásaként a Vörös Sándor kozmikus költészete és titkos világai című könyv szerzőjeként egy új kontextusban mutatja be az alkotó embert. Nem először vagyok Székesfehérváron az Értékmentők program sorozatában, amit a Plester Ámeddámék szerveznek. A tavaly a Hanvas Béla évforduló kapcsán tartottam itt több előadást is, mivel írtam egy könyvet a Hanvas Béla életéről és műveiről. Ezek főleg esszék voltak, és tavaly előtt ennek a harmadik kiadása jelent meg. Tavaly pedig egy másik könyvem jelent meg, amin szintén sokat dolgoztam. Ez a Vörös Sándor kozmikus költészete és titkos világai, ami ugyanúgy ilyen esszékből épül fel. És próbáltam elmondani, hogy mennyire más az a Vörös Sándor, amit általában ismernek az emberek a különböző olvasmány élményeikből, vagy iskolai élményekből, vagy óvodai élményeikből, hogyha a Bobitát ismerik, mint az a Vörös Sándor, aki valójában volt. És ezt próbáltam kideríteni ezekben az eszékben, részben arra is épülve, hogy 2013-ban megjelent az Elhagyott Versek című Vörös Sándor kötet, amely teljesen újraírja az egész Vörös Sándor képet. Egy csomó olyan vers, egy csomó olyan írás, amik egészen 2013-ig
nem jelent meg Vörös Sándortól. Ezek az írásai Vörösnek egyébként van olyan, ami különböző változatban itt vagy ott megjelent az életműben, de például a Teljesség felével párhuzamosan írt egy versziklust, Én a határtalan szellem címmel, ez 49 versből áll. Ezek egészen elképesztő versek, és azt is megpróbáltam megmutatni, és ezekben az előadásokban majd megpróbálom megmutatni a közönségnek, hogy Vörös nem apolitikus költő volt, tehát nagyon is voltak politikai témájú versei, akár Hitlerről, akár a kommunizmusról, akár 1956-ról, illetve hogy nagyon sajátos humorérzéke volt, amit igyekszek majd érzékeltetni a közönséggel, és ez különböző helyeken fennmaradt, például rádióinterjúkban. Most ez az első alkalom, hogy Vörösről itt beszélek Székesfehérváron, de már nagyon sok előadást tartottam róla, és jövünk majd még vissza Zoltán Áron barátommal és kollégámmal, a Víg Színház fiatal színészével, akivel számos Vörös Sándor estet tartottunk, ahol én meséltem Vörösről, meg a kortársairól, Hamvasról, Várkonyi Nándorról, stb. Ő pedig előadott Vörös Sándor verseket, és ez lesz majd májusban még itt Székesfehérváron is. A kiváló esszékben a szerző tartja magát alapvetéséhez, miszerint egy-egy író, költő tulajdonságait, jellemző történeteit, emberi erősségeit és gyengeségeit felmutató esszének csak és csak is akkor van bármi értelme, ha az magára a műre viszi a hangsúlyt. Az olvasókat behúzza az életműbe, s a kész megoldások helyett lehetőségeket kínál fel. Nyolcvanötödik születésnapján köszöntötték a szénatéri általános iskolát. A jeles évfordulót a civil központban ünnepi műsorral tették felejthetetlenné az intézmény növendékei. A szénatéri általános iskola 85. születésnapját köszöntötték a civil központban. A jeles évforduló alkalmából megrendezett találkozón az intézmény növendékei műsorukban visszatekintettek az elmúlt 8,5 évtized történéseire, kezdve az 1938-as Szent István emlékév ünnepség sorozatára, amelynek keretében ünnepélyes keretek között az ország nagyjai felavatták szeretett iskolájukat. Óriási eseménye számunkra, hiszen 85 éves lett az iskola idén, és hát szeretnénk méltó keretek között ünnepelni ezt az alkalmat. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy kulturális bemutató keretében mutatnánk meg, milyen tehetséges tanulóink vannak, és egyáltalán azt, hogy ez a közösség milyen összetartó, hiszen egy rendkívül összetartó szülői munkaközössége van az iskolának, és természetesen a pedagógusokra, gyerekekre borzasztó büszkék vagyunk, hiszen rengeteg energiát fektettek bele az elmúlt hetekben, sőt mondhatom, az előkészítéssel együtt az elmúlt hónapokban, hogy ez a mai műsor sikeres legyen. Ilyen az, amikor a múlt, a jelen és a jövő találkozik? Igen, egy kicsit olyan. Mi eleve büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk 85 éves történelmével folyamatosan tisztelgünk a hagyományok előtt. Emellett arra is büszkék vagyunk, hogy az innovációra fogékonyak vagyunk, és próbálunk mindig olyan programokat, műsorokat, rendezvényeket szervezni a gyerekek számára, hogy ez a kettő valahol összeérjen. Török Szabolcs tankerületi igazgató visszatekintésében annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a szénatériek mindenkori pedagógusai elődeink bölcsességét mutatja, hogy maradandót alkotva az oktatás területén is számos fejlesztést valósítottak meg. És
sokadik iskolánk, aki már ilyen szép jubileumot él meg, ha csak a felsővárosi iskolára gondolunk, a Kodály iskolára, de most a mai nap az a Szénatérről szól valóban. 1938 úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dátum, évszám volt Székesfehérvár történelmében. Gondoljunk csak a kihelyezett országgyűlésre, a Romkert épület együttesének megalkotására, a Szent István szobor felállítására. Ez a 1938-as jubileumi év adott lehetőséget egy új elemi iskolának, ami a Szénatéren akkor még szinte külvárosban kapott helyet, és elődeink bölcsességét igazolta az idő, hiszen 85 év után ugyanúgy egy nagyon keresett általános iskolája ez a városnak. Mondhatnánk, hogy a második legnagyobb tanuló létszámmal működő általános iskola, amelynek szerkezete még mai napig tökéletes, bizonyítva azt, hogy 1938-ban tudtak építkezni, úgyhogy ez működtetőként sem egy utolsó szempont. Amire viszont igazán büszke a Székesfehérvári Tankerületi Központ, az az ott folyó nevelő-oktató munka. Ha jól emlékszem, akkor 1938-ban egy oktatási kiállítással indult a szénatéri iskola történelme, és azon az oktatási kiállításon az akkori tankerület igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a kor legmodernebb oktatási programjait igyekeznek bemutatni, és a Szénatér a 85 év alatt bizonyította, hogy az elvárásoknak, a kor igényeinek minden egyes időszakban meg tud felelni, és meg tudott felelni, hiszen mindig élenjáró volt az innovációban, úgyhogy Isten éltesse az iskolát. Az ünnepségen Mészáros Attila alpolgármester beszédében köszönetet mondott a múltért és a jelenért, és kiemelte a szénatéri a jövő iskolája is, ahol a gyerekek műveltséget, tartást és látásmódot kapnak a jövő kihívásainak megoldásához. Hálával tartozunk az elmúlt 85 évért minden pedagógusnak, minden vezetőnek, hogy mindig a legfőbb cél lobogott előttük, az pedig a gyermekek nevelése, oktatása. Én azt gondolom, hogy ma mindenki büszke lehet, aki egykor szénatéri általásiskolába járt. Mondjuk volt az május egy téri általásiskola, és még egyéb nevei is voltak az idők folyamán, de egy valami nem változott, az a pedagógusok elhivatottsága. Én ezt a város nevében szeretném ezúton is megköszönni, kívánva azt, hogy ez a tudás, amelyet a pedagógusok átadnak az intézményben, ez folyamatosan bővüljön, növekedjen. Akarod-e az országot, atyaid igazsága szerint kormányozni és védelmezni? Akarod. Úgy legyen. Az ünnepi műsor hű lenyomata volt annak a fajta minőségi oktatásnak és innovatív szemléletnek is, ami garanciája annak, hogy méltán ünnepelheti a jövőben is a kerek jubileumokat az iskola. Az elmúlt időszak két meghatározó előadása, a Mesenép és a Verslábak koreográfiái mellett a Mezőség legszebb táncrendjei szerepeltek az Alba Régia Táncegyüttes Táncvilágnapi gáláján. A Vörösmarty Színházban átadták az év táncosa díjakat is. Az UNESCO Színházi Intézetének Nemzetközi Táncbizottsága idestova 4 évtizede Jean-Georges Neuwer, francia táncos és balettmester, a táncművészet első nagy újítójának tiszteletére hozta létre a Táncvilágnapját. Az ünnep alkalmából a hagyományokhoz hűen az Alba Régia Táncegyüttes egy estés összeállítással készült, miután ezen a napon az egész várost megmozgatta az ünnep, emelte ki köszöntőjében Cserpalkovics András polgármester. Hogyha pápa látogatása idején lehet ilyet mondani, akkor ez egy kicsit missziós nap itt Székesfehérváron, hiszen a tánc misszióját láthatjuk reggel óta egészen késő esti órákig. Délelőtt folyamán nagyon sok fehérvári táncos közösség vonult föl a városba, a főutcán, és egy a fiatalok által előadott kis táncos darabbal köszöntötték a várost Magyar Király szálló előtt. Most percekkel ezelőtt jöttem el a Köfél Művelődési Házból, ahol 14 táncegyüttes nyitott meg egy gálát,
gyerekek, fiatalok fellépésével. Közben tudjuk, hogy a Fehérvári Balettszínház tartott bemutató programot, és ad elő egy darab részletet a Pelikán udvarban, Pelikán teremben, és aztán este pedig mindegy csúcspontként az albarégiások mutatják meg fantasztikus tudásukat egy gála keretében. Kerül átadásra az év táncosa cím, és úgy hallom, hogy egyéb meglepetések is várhatók. És hogyha már utaltam a pápa látogatására, akkor Szent Atya ma a fiatalokkal találkozott, több mint 11 ezer fiatallal, akik tánccal és zenével is köszöntötték őt. Ő megköszönte, és már tegnap is ma is utalta arra, hogy arra kéri a fiatalokat, hogy ne a virtualitásban éljék a mindennapokat, hanem tartozzanak közösségekhez, és éljék meg az élet szépségeit. Én azt hiszem, hogy a tánc és a zene ehhez tartozik szorosan hozzá, és szerencsére Fehérváron láthatólag a fiatalok tudnak ünnepelni a tánc által, és ezáltal nagyon sok embernek okoztak a mai nap is örömet. A gála műsor szombaton este a Vörösmarty Színházban az együttes már a közönség kedvencé vált Mesenép című társas táncjátékából készült összeállítással kezdődött, és ismét megtapasztalhattuk, hogy az elsajátított tudás, a hivatás önzetlen gyakorlása, a mozdulat nyelvezett művelése milyen csodákat tartogat. Ezen gondolkodtam így a mai műsoron, hogy ahhoz képest, hogy tényleg nehéz évek mögött állunk, de hogy végis régen volt már ilyen változatos és izgalmas műsorunk, amit ma este fogunk itt produkálni. Tényleg az, hogy két olyan műsorunkat is be tudjuk itt mutatni, amit az elmúlt egy vagy két évben hoztunk létre, illetve az, hogy a senior, junior és pulutyka csoport három generáció egy színpadon itt 60 táncossal meg tud mutatkozni, ez megint csak az erejét jelzi az együttesnek, úgyhogy szerintem ez egy jó kis izgalmas műsor lesz. Juhász Zsófi, az Albarégia Táncegyesület elnöke megerősítette, a tánc világnapjának ünneplése Székesfehérváron szorosan összefügg az egyesülettel. Botos József a legenda volt az, aki évtizedekkel ezelőtt kezdeményezte, hogy a város néptánc együttese itt ünnepelhesse ezt a napot, megerősítve, hogy a tánc nem csak az értelemmel és érzelemmel való gondolkodás művészete, de az egész létünkkel való légzés és az élet művészete is. Botos József volt, aki évtizedekkel ezelőtt megkereste a városvezetőket, hogy olyan jó lenne, hogy Székesfehérvár ünnepelni a tánc világnapját, és hogy ehhez egy méltó helyszínként a Vörösmarty Színház adna helyt minden egyes alkalommal, és ez az ideája, ez a terve, ez megvalósult, és nekünk az a kötelességünk, hogy ezt a hagyományt tiszteljük, kövessük, és 20 év, 50 év múlva is legyen egy közösség a színpadon is, és a közösség a zsőjében is, aki ezt a napot ünnepli. És a csapatnak mit jelent? Hiszen én azt gondolom, hogy háttérben, de nagyon is főszerepben, ahogy tetszik, azért ez különleges. A csapat szempontjából azt tudnám mondani, hogy meghúzhattuk volna magunkat egy kicsit, mert ugye a takarékosság egyében telnek a napjaink, és jövőre egy 75 éves jubileumra készülünk, de nem ezt tettük, hanem belecsaptunk, és megszereztünk minden pályázati forrást, megszereztük a támogatókat annak érdekében, hogy ma a színpadi produkciók létrejöjjenek, és itt legyen minden fellépőnk. Nagyon különleges ez az este, hiszen lesz a mesenép, lesz a verslábak, természetesen a töpörtyüktől a nagyocskákig, illetve a már majdnem azt mondtam, hogy levitéz lett táncosokig, de ilyen nincsen, és mindenki felléphet, én azt gondolom, hogy ez jelenti az igazi ünnepet. Én is azt gondolom, és ezért tisztelem Majos Robinak és Majorosné Szabó Verenikának a munkáját, mert ők azok minden egyes helyzetben megteremtik annak lehetőségét, hogy a három generáció, vagy négy vagy öt generáció, de együtt ünnepeljen a színpadon. Az est megálmodója Majoros Róbert mellett sokat tettek a sikerért az Albarégia Táncegyüttes művészeti munkatársai, Molnár Gábor, Majorosné Szabó Veronika és Tombor Bea egyaránt. Úgy érzem, hogy a tánc az nekem nem csak egy hobbi, hanem ez az életem.
Szóval ebből merítkezek reggel, ebből merítkezek napközben, és este ezzel kelek, ezzel fekszem, és hogy hál' Istennek van egy ilyen napunk ebbe az évben, ez egy hatalmas pluszt jelent, és ilyenkor szerintem minden táncos még inkább meg szeretné mutatni, hogy ezt, amit ő csinál, hobbi szinten, szívből, magasabb vagy alacsonyabb színvonalon, de azt nagyon-nagyon szereti. Az esten a nagy együttes mellett felléptek az Arte korosztályos csoportjai is három generációval, a Senior, a Pulutyka és a Junior csoporttal, akik három mezőségi település, Melegföldvár, Vajdakamarás és Ördögfüzes tánc hagyományait mutatták be. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy most újra felléphetünk a műsoron, három generáció együtt. Hát ez a fiatal lendület, ami mellettünk van, a sok fiatal csinos fiú és lány akkor energiát ad nekünk, hogy mi is újra fiataloknak érezzük magunkat. A mostani csapatban egy 10-12 ember végig itt volt a fiatalsága alatt, ami még nem múlt el, és mi is részt vettünk nagyon sok ilyen színházi műsoron. Hát ez mindig izgalom, most is én is izgulok, mert ez egy ünnep számunkra, hogy megmutathatjuk a szép viseleteinket, a kultúránkat. Eljönnek a barátaink, szüleink, akiknek rengeteget köszönhetünk, hogy csinálhatjuk ezt, és segítenek ebben, és nagyon sok időnk elmegy a próbával, és ebben támogatnak ők. A kivételes találkozó minden táncos számára nagy kihívás volt, ahol a legfontosabb, hogy megerősítették a néptánc ma is közösségformáló erő. Mint a Fehérvári Aborégia Tánc Együttesnek, szerintem ez az egyik legnagyobb és legtöbb felkészüléssel járó műsorunk az évben. Mind a Mesenép, mind a Váslábak egy viszonylag új műsorunk, ami mögött most egy hosszú, rendszeres felkészülési időszak jár. Így most külön erre a műsorra szerintem nagyon nagy plusz felkészülés nem kellett fordítanunk, viszont azt, hogy nem csak egy együttesnek, hanem több együttesnek egy közös műsorát összehangoljuk, abba viszont nagy energiát kell fektetni, mivel most a Senior és a Pulutyka Junior csoportunk is fel fog lépni. Az ünnepen a hagyományokhoz hűen átadták az év táncosa elismeréseket, amelyet ebben az esztendőben az együttes tagjainak döntése alapján egy varázslatos házaspár, Vesz Szerencsi Noémi és Vesz Áron érdemelt ki. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.